A katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a rendőrség is kivonult kedden a nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium épületéhez, amelyet gázszivárgás gyanúja miatt kellett kiüríteni. Az iskolába több mint 1000 diák tanul, ezért kiemelten veszélyeztetett intézménynek számít. Többen rosszul létre panaszkodtak egy nyíregyházi józsalvárosi oktatási intézményben tegnap kora délután. A jelzés követően, mint minden esetben, a hivatásos egységeknek 120 másodperc áll rendelkezésükre, hogy elhagyják a laktanyát, és elkezdjék a vonulást. Nagyon rövid időn belül nagy erőkkel vonult a katasztrófavédelem a helyszínre. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és a katasztrófavédelmi mobil labor is kiérkezett a helyszínre. A katasztrófavédelmi mobil labor mérései a levegőben nem mutattak ki veszélyes anyagot. 2022. február 8-án 14 óra 19 perckor az Eötvös gyakorló gimnázium igazgatója távollétében riasztást kapott telefonon egy vezető kollégájától, hogy vélhetőleg gázszivárgás történt. A diákok először a tornaterem öltözőjében tapasztalták a rosszulétet. Szúrós szagra, torok kaparásra és köhögésre panaszkodtak. Ezzel egy időben az öltöző melletti ebédlőben is hasonló rosszulétre panaszkodtak a gyerekek. Kiderült, hogy egy diákunknak a tornatermi öltözőjében, tornaterem mellett levő öltözőben levő táskában levő paprikaspréből szabadult ki az anyag, ami ezt az irritációt okozta. A magukat rosszul érzőket itt a mentők szakterületi elsősegi nyújtásban részesítették, aki ezt igényelte, illetve 12 diákunkat a sürgősségi osztályra vittek be két felnőttel, majd rövid időn belül aztán őket is stabil állapotban engedték el. Jelen pillanatban egy belső vizsgálat zajlik az iskolában, és párhuzamosan ezzel egy rendőrségi vizsgálat is, és ez folyamatban van. Az iskola igazgató stábunknak annyit árult el a vizsgálat jelenlegi állásáról, hogy az önként jelentkező diák szerint a paprikaspré valahogy elszabadulhatott. A diák csíny miatt jelenleg rendőrségi eljárás is folyamatban van.